Gréczi Zsolt, a Demokratikus Koalíció frakció szóvivője, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Négy mandátum, négy személy: Dobrev Klára, Molnár Csaba, Rónai Sándor, Arakovács Attila. Így igaz. Mindnyájan mennek? Mindnyájan mennek. Ők mennek? Ők mennek. Valaki azt kérdezte tőlem tegnap, hogy ha véletlenül találkoznék Demokratikus Koalíció képviselővel a napokban, kérdezzem már meg, hogy nem akarnak-e felajánlani egy helyet Jávor Benedeknek. Jávor Benedek egy másik listán indult, és azt gondolom, hogy az MSZP és a Párbeszéd feladata ezt a problémát megoldani. A Demokratikus Koalíció úgy készül, hogy a jelenlegi helyzetben, mivel az LMP is kiesett az Európai Parlamentből, hogy nem csak a szociális Európa ügyét kell a Demokratikus Koalíciónak képviselni, hanem mindazon generáció, új generáció véleményét, akik a földért aggódnak, a globalizáció ügyében van markáns véleményük, akiknek fontos a környezetvédelem. A Demokratikus Koalícióról éppen a Greenpeace állapította meg pár nappal a EP választás előtt, hogy az Európai Parlamentben az egyik legzöldebb párt a DK volt. Tehát természetesen ezt a felelősséget is vállalnunk kell majd a következő 5 éves brüsszeli ciklusban. Egyetérte azokkal, akik azt mondták, hogy elsősorban és túlnyomóan a listavezető személyének, Dobrev Klárának köszönhető ez az egészen meglepő pozitív eredmény az önök szempontjából? Hát több összetétele van, azt gondolom, ennek a sikernek. Az egyik a maga Demokratikus Koalíció. Én az elnökkel, Gyurcsány Ferenccel, egy fantasztikus közösség, egy nagyszerű csapat a DK, és országosan elképesztő mennyiségű aktivista, jószándékú ember új közösségeket hozott létre annak érdekében, hogy a Demokratikus Koalíció üzenetei ebben a jelenlegi fideszes túlsúlyú médiatérben eljussanak a lehető legtöbb emberhez. Ebben rengeteg ember vett részt. Nagyon jó volt szerintem az üzenetünk, ha szabad ilyet talán mondani. Az Orbáni bezárkózó euroszkeptikus világgal szemben a nyitott Európa, az Európai Egyesült Államok eszméje, az összefogó egységes Európa, amelyben Magyarország egy büszke nemzet lehet, azt gondolom, erre sokan fogékonyak lettek, és természetesen nem kivonható ebből a körből Klára személye, aki a maga okosságával, derűjével, elképesztő munkabírásával és hitével, akaratával húzta magával ezt az egész történetet. Dobrev Klára nyilván kitölti a ciklusát az Európai Parlamentben, de hosszú távon tervezi a DK, hogy ő legyen a miniszterelnök jelöltje, vagy pártelnök, akár közelebbi jövőben, mint amikor a miniszterelnök jelöltség aktuális lesz. A pártelnöke Gyurcsány Ferenc, és ezt gondolom, hogy a jövő évi februári tisztújításon is így marad ez. Dobrev Klára Brüsszelben fog dolgozni, és ott képviseli majd Magyarországot és a Demokratikus Koalíciót. Annak természetesen örülünk, hogy Klára személyében egy új, fontos szereplő érkezett meg a magyar politikába, és azt gondolom, hogy ez nem csak a DK, hanem Magyarország szempontjából is hasznos lesz. A pártelnöki kérdésemre válaszolt, a potenciális miniszterelnök jelöltség az olyan messze van, hogy arra nem tud még? Nem beszélgetünk ilyenről. Most nem a meldöngetés ideje jön el, meg a kivagyiság ideje, hogy természetesen örülünk, egy napig erre büszkék vagyunk, erre az eredményre, de még... Lehetnek akár többig is. Igen, de még több munka, még több alázat, ez egy elképesztő felelősség, amit kaptunk. Több mint 500 000 szavazó döntött úgy, hogy támogatja a Demokratikus Koalíciót. Közel megdupláztuk tavaly áprilishoz képest a támogatóink számát, ezzel a felelősséggel élnünk kell, és élni is fogunk. A tegnapi összellenzéki eredmény jottányit sem volt jobb, mint korábban. Kiemelkedően jól szerepelt a Momentum és a DK, és kiemelkedően rosszul az LMP, az MSZPP és a Jobbik. Az őszi önkormányzati választásokkal kapcsolatban mit mond az, ami tegnap történt? Egyrészt nagyon fontos, hogy a Fidesz elvesztette a kétharmadot. Ezt azért muszáj rögzíteni. Az Európai Parlamentben? Nem, az Európai, a magyar. Az Európai Parlamenti választáson, bocsánat. Gyakorlatilag, tehát elvesztette a kétharmadot, ahhoz 14 mandátumot kellett volna, hogy kapjanak, de 13-at kaptak, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a DK erőteljesen hozzájárult a 4 képviselőjével ahhoz, hogy ezt a kétharmadot a Fidesz elveszítse. Ez így van. És nagyon fontos az is, hogy Európában Orbán veszített.
azok a bezárkózó nacionalista, populista erők, amelyekre ő fölépítette a következő évek politikáját, azok gyakorlatilag majdnem mind kudarcot vallottak. Kivéve Matteo Salvini Olaszországban, aki fölényesen győzött, és a miniszterelnök tegnap mondta is, hogy az osztrák modell megbukott, már átnyergeltem az olaszra. Hát főleg azok után, hogy Weber úr elmondta, hogy éjszaka, hogy nem kér a Fidesz szavazat, európai parlamenti szavazataiból. Ami viszont, nem tudjuk, mi lesz ennek az eredménye, persze. Hát egyelőre Weber úr ennyit mondott, ami pedig az önkormányzati választásokat illeti, ott együttműködés lesz az ellenzéki pártok között, és meg kell találni a lehető legtöbb helyen azt az egy személyt, aki egyedüli kihívója lesz a Fidesznek. Szerintem nagyon fontos és jó mozzanat az per pillanat, hogy megmozdult a magyar politika, és megmozdult az ellenzéki oldal. Ez az átrendeződés azt gondolom, hogy segíteni fog abban, hogy az önkormányzati választásra felgyorsítsuk az együttműködést. Tehát azt gondolja, hogy ami tegnap történt, az az együttműködéssel kapcsolatban az őszi önkormányzati választásokra nem jelent olyan töréseket, törésvonalakat, akár a szocialisták és önök között. Még nagyobb felelősséget ró ránk. Ugyanis nagyon sok helyen azt látjuk a számokból, hogy az ellenzékre leadott szavazatok több, mint amennyire a Fideszre szavaztak. Ne feledjük, a Fidesz elképesztő erővel mozgósított, és 1 millió szavazót elveszített. Ez egy fontos dolog. Tavaly áprilishoz képest, és nagyon sok helyen ugyan átrendeződve az erőviszonyok, de az ellenzék több szavazóval rendelkezik városokban, kerületekben, középvárosokban, megyeszékhelyeken, mint amennyivel a Fidesz. És Orbán arcán én pontosan láttam ezt a fajta aggódást, egyrészt az önkormányzati választás miatt, és másrészt pedig az európai térvesztés miatt is. Minek tulajdonítja a Momentum sikerét? Azt már elmondta, hogy a sajátjukat minek. Mit gondol a Momentumról? Hát azt gondolom, egyrészt gratulálok a Momentumnak az eredményhez, másrészt pedig azt lehet látni, hogy egy ilyen fiatalos, lendületes, új fuvallatra sokan vevők lettek. Szerintem ez is hasznára lesz a magyar politikai mozgásoknak. Hát egy Győr András keményen fogalmazott, azt mondta, hogy ők voltak az egyetlen párt, amely valódi válaszokat adott a valódi kérdésekre, amelyek a magyar társadalmat érintik. Ha emlékszik. Ezzel most nyilván tudnék vitatkozni, hiszen volt egy párt, amelyik az Európai Egyesült Államok eszméjével jelentősen több szavazatot kapott, mint a Momentum. Tehát a kérdésekre adott válasz az éppen inkább a DK-t igazolja, de most ez teljesen érdektelen. Mind a ketten jól szerepelnek. Így van. Gratulálok nekik, együttműködésre lesz szükségünk. Nem csak a Momentummal, hanem azokkal a pártokkal is, amelyek most gyengébben szerepeltek. Az európai eredmények alapján lesz-e realitása ön szerint az itthoni kampányígéreteiknek, az uniós szintű béreknek, nyugdíjaknak, egyáltalán kit tart európai szinten a választások nyertesének? Egyrészt azokat az erőket tekintjük győztesnek, akik az egységes, erős Európát képviselték. A konzervatívok, szociáldemokraták, zöldek, liberálisok gyakorlatilag erőteljes többségbe kerültek az Európai Parlamentben, mindazok, akik károgtak, huhogtak, hogy na akkor itt most jön a szélső jobb, és mindent átrendez, ez szerencsére nem történt meg. De feladat az van bőven, és a DK 4 képviselője Dobrev Klárával az élen azért fognak Brüsszelben dolgozni, hogy a lehető legtöbb szövetséget megkössék. Melyik frakcióban? A DK elnöksége erről majd egy felelős döntést fog hozni. Nem tudják még. Még nincs ilyen döntés, nyilván az elnökség több körben ezt tárgyalni fogja, és elemezni fogjuk a választási eredményeket, de egy dolog biztos, hogy mindent, amit ígértünk, és meg akarunk valósítani, ezt komolyan gondoltuk, és látva azt, hogy szociáldemokrata programok, a Macron világ, a liberálisok programja nagyon sok helyen összefésülhető a DK-éval, ezért abban bízunk, hogy ez egy sikeres és eredményes munka lesz. Réczi Zsolt, köszönöm szépen! Én is köszönöm!